Sziasztok, az Auner motoros magazint látjátok, ma nyakvédőkről fogunk beszélgetni. Sziasztok! Egy pár szót mondanék a nyakvédőkről, mert sokan itt kérdezik nálunk a boltban, hogy mire való, mi ellen véd. Igazából több szerepe van, egy, hogy nem törik el itt hátul a csigolyád, másik pedig az ellen is véd, hogy a sisak töri el át, amikor elesel, befordul ide a sisak, és eltöri a kulcscsontodat, és így mivel itt fel tud feküdni, amikor oldalra fordul a fejed, akkor nem töri el a kulcscsontodat se. Hát igazából ennek többféle verziója van nyakvédőknek. Egyébként minél komolyabbat hordasz, de ez ugyanígy van minden védő felszerelése vonatkozik, mint egy legalapabb térdvédő, meg egy térdgép között azért van különbség komfortba, de mindig azt szoktam mondani, hogy gipsznél sokkal kényelmesebb bármelyik, és nem is annyira meleg, mint a gipsz, ugye, mert azt nem tudod akkor levenni, amikor akarod, egy ilyen nyakvédő is igazából biztos, hogy a komfort érzetedet valamennyire csorbítja, de egy csomó olyan sérülés ellen megvéd, ami rossz esetben az életedbe is kerülhet, akkor meg biztos, hogy nem motorozol többet, csak a túlvilágon. Azt meg még nem tudjuk, hogy milyen. Na, szóval a legalapabb nyakvédő, ezek a szivacs nyakvédők. Ez mondjuk abból egy komolyabb fajta, mert mint látjátok, ez itt van a pánt, ez a hónod alatt megy át, ez a két pánt. Hát igazából ez is véd már valamennyit. Itt annyi a különbség, hogy mint látjátok ezek között a különbséget, hogy ez kitámaszkodik egészen itt a gerincednél is, ez pedig nem, tehát ez hátrafele annyit nem véd, de azért a semminél ez is jobb, ez egyébként komfortosabb is a viselete. A következő kategória, amin már látjátok, van egy kis kitámasztás itt hátul, ennek egyébként a szöge állítható, ez olyan, hogy ilyen komolyabb szivacsból van már, és itt fölül egy ilyen műanyag bevonat van rajta, tehát ez is már azért egy komolyabb szint, ez árba azért még emészthető. Hát aztán a legkomolyabb verziók van az Alpine Starsnak is, meg a Ledbrace, az a két cég, aki igazán ilyen komolyabbat tud gyártani. Annyit kell róla egyébként tudni ezekről, hogy mindegyik csak a saját gerincvédőjével hordható, ugyanis, vagy protektor ingével, mindegy, hogy melyikről beszélünk. Igazából annyit kell tudni, mint látjátok, a gerincvédőn van egy felirat, hogyha használod a nyakvédőt, akkor le kell venni róla ezt a részt, elől ugyanúgy. És azért csak a sajátját ott használni, mert ez a kiképzés általában ez úgy van kialakítva, hogy erre például, mivel ez egy Ledbrace páncél, a sajátja fekszik ide bele. Tehát az Alpine Starsnak ezek a felfekvő felületei, elől is, meg hátul is, ez más kiképzésű. Aztán vannak olyan, a Fox is csinál már olyan páncélokat, amit univerzális, tehát mindenhez jó tudod használni, de ezt előtte azért érdemes tájékozódni, hogy milyen páncélod van, és ha később veszel nyakvédőt, akkor olyat vegyél, ami jó hozzá. Mert ennek föl kell feküdnie itt is, meg hátul is. Tehát akkor nézzük meg, mondjuk ez egy Alpine Stars, ennek például az az előnye, hogy elég jól nyitható, tehát egy ilyen mágneses kis nyitómechanika van rajta. Így fölcsatolom, és mindjárt megmutatom, hogy akkor, hogy miért is jó egy ilyen. Megpróbálom szemléltetni. Tehát, mint látjátok, így előrefele is tart, hátra is, hogyha megnézitek, megpróbálom, hogy oldalról látod, itt fölfekszik hát, és oldalt is. Itt, amikor eles és belefúródik a fejed a földbe, akkor ez itt megakadályoz, hogy a kulcscsontodat eltöri a sisaknak ez a pereme. Mindjárt megszülök újra. Pillanat. Ehhez egyébként a nyakvédőkhöz vannak, gyárilag adnak egy ilyen X-trap nevű lekötőt, az ahogy itt azért X-trap, meg két ilyen X-be van rajtad, a hónod alatt kell átvenni, és utána még lehet kapni, hogy ez egy A-strap nevűt, amivel pedig itt ilyen keresztpánttal le tudod kötni magadnak. És egyébként még egy fontos dolog van, hogy általában azért olyan sisakot vehetek, aminek ilyen a kiképzése, mert ez nyakvédőhöz van kialakítva maga a sisak is, tehát itt egy ilyen följebb van egy kicsit hozzá, és laposabb itt, ahogy látjátok, ez a felfekvő felületem, az, ami itt így befele, így a régebbi stílusú sisak, itt befele szűkül, az becsukódhat a nyakvédő mellé, meg a másik az lejjebb jön egy picit, ezért ott még kevesebb a fejednek a mozgástere.
Ez a ledbrésznek a nyakvédője, ez itt két oldalt nyitódik egyébként, de hát elég az egyik oldalt kinyitni. És általában mindegyik, ahogyha megnézitek ezt a kis darabot, ez ki tud benne cseszni, és ezzel tud a méretét állítani a nyakvédőnek. Az Alpine Starsnál is úgy van, ha itt látod, itt egy L betű van rajta, tehát ez a két darab, ez cserélhető, és ezzel tud állítani a méretét, hogy a mellkasodnál fölfeküdjön rendesen, hogy az leüljön rendesen a nyakadra a helyére. Hát igazából ennyi, amit el lehet ezekről mondani. Hát még egyszer annyi, hogy a gipsznél sokkal kényelmesebb, és elég jó védenek ezek. Ha megnéztek, azért motocross versenyzők nem öltözik általában túl magukat védőfelszereléssel, de térdgép szinte mindenkin van. Általában azok szoktak venni térdgépet, akinek már volt térdműtétje, én megelőztem és előtte vettem térdgépet, és a nyakvédőt azt szinte minden cross versenyző hord, ami valószínűleg nem véletlen, mert divatból meg menősködésből nem használnak semmit. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!